Üdvillő módon mindenkinek! Érkezett egy Sanfu akku tesztelésre, de ezúttal egy 25,6 voltos kivitel, ugyebár ez a 24 voltos rendszerbe nagyon könnyedén beilleszthető, ugyanis nincsenek ezek a problémák, mint a 12 voltos sorba kötött változatokkal, egy BMS felügyeli az egész egységet, és ebből is tudunk párhuzamosan kötni, akár 4 darabot is. Apropó, 4 darabot köthetünk párhuzamosan a 100 amperes 12 voltos változatból is. Ezt többen kérdezték, hogy miért csak ennyit. Hát szerintem semmi akadálya nincs annak, hogy többet kössünk párhuzamosan, akár ebből a 25,6 voltos változatból, akár a 12 voltos változatból, ugyanis minden további nélkül meg tudjuk ezt tenni. Akár csillagpontos megoldással, akár akuról akura menő megoldással, és ugye a legszélső akuról veszük el a pozitívat, a másik oldali legszélső akuról pedig a negatívat. A kettő kötésmód között az igazi különbség az az lesz technikailag, hogy ameddig a csillagpontos kötést választjuk, vékonyabb vezetékekkel mehetünk a csillagpontokra, ugyanis minden egyes akun lévő vezeték az ugye mindig párhuzamosan adódik a következőhöz, azaz annyiszor szorozzuk meg a keresztmetszetet, ahány darab akunk van. Esetünkben például, amit én itt felrajzoltam, a 4 darab akkóhoz például 4x10-zel mentünk, azaz jó kis vastag keresztmetszet lesz, a csillagpontból pedig már megyünk egy legalább 35-ös vezetékkel az inverterbe. A másik fajta kötésmód, akuról akura megyünk, ott gyakorlatilag én szerintem kevesebb vezetékkel jár, mert ugye nem kell olyan hosszú vezetéket, viszont vastagabbat kell venni hozzá. Ugyanis minden egyes akun át fog menni ugyanaz az áram, tehát itt a vezeték keresztmetszetek nem fognak összeadódni, a két széléről fogyasztunk. Tehát ez a fő különbség a kettő kötésmód között. És ugye van még egy ilyen kis dolgunk, hogy miért csak 4-et lehet párhuzamosan kötni. Én szerintem senki és semmi nem akadályoz meg bennünket, hogy többet kössünk párhuzamosan, viszont értelme nincs, mert ha jobban belegondolunk ebbe a dologba, a 4 darab 100 amperes 12 voltos akut, ha párhuzamosan kötjük, akkor gyakorlatilag több mint 5 kWh fog rendelkezésünkre állni. Amennyiben azaz 5 kWh nem elegendő ahhoz, hogy bennünket kiszolgáljon, az azt jelenti, hogy nem jól van méretezve a rendszerünk, azaz a 12 voltos inverter nem megfelelő számunkra. Mert többet akarunk ugye fogyasztani, akkor már 24 voltra kell lépni. Ebben az esetben ugye akár már 4 darab 25,6 voltos 100 amperórás megint csak, ugye az amperóránk nem változott, viszont a kilowattóránk változott, az már több mint 10 kilowattóra lesz. Ugye ebben az esetben már többet tudunk használni. Ha még itt is keveseljük a 10 kilowattórát, természetesen köthetünk még többet párhuzamosan, minden további nélkül pont, mint a 12 voltos rendszerben, viszont ott megint baj lesz a méretezéssel, mert akkor az azt jelenti, hogy valami nem jól van méretezve. Mert a 12 voltos rendszert azt egy ilyen másfél-két kilowattig gyakorlatilag úgy egész rentábilisan el lehet üzemeltetni, a 24 voltos rendszert az gyakorlatilag egy ilyen 3, maximum 4 kilowattig. E felett 48 voltos rendszer kell mindenféleképpen. Ebben az esetben ugye két választásunk van. Az egyik választás az, hogy sorba kötünk 4 darab 12 voltost. A másik választás pedig az, hogy sorba kötünk 2 darab 25,6 voltost. Egyébként én szerintem a 4 darab 12 voltos lesz a nyerő ebben az esetben, ugyanis 25,6 voltos kiegyenlítőt én még nem láttam a piacon egyáltalán, viszont a 12 voltos akukhoz való, az viszont tökéletesen megfelel hozzá, tehát úgy akkor balanszban is lehet tartani a dolgokat. Viszont most, hogy ezeket megbeszéltük, akkor nyissuk ki a dobozkánkat, és lássuk, hogy mit kaptam tesztelésre. Egyébként kaptam egy szép pólót, nem tudom, észrevettétek? Hopp. Milyen szép pólót kaptam? Mondtam, hogy küldjenek már egy pólót nekem, mert hát ez nem állapot, hogy én itt már nem tudom hányakut megnéztem, és még egy pólóm sincsen. Hát ez a minimum. Érkezett egy manuel. Van két kis gumibugyi. Szilikon takarósapka. És egy pár saru. És természetesen az aku. Na, lássuk, azért ennek már van súlya, hely. Azt a betyár. Ez igen.
Na ezt már akunak nevezem, rendesen. Érted? Ez nem a kis játék kategória, hogy húha, 1000 wattóra. 2560 wattóra egyből, 25,6 voltos, névleges feszültségű 100 amperórás aku. A manuált kinyitva egyébként itt is leírják nekünk ugyanezeket az adatokat, amiket már elmondtam. 25,6 voltos a névleges feszültségünk, 100 amperórás, 2560 wattóra áll rendelkezésünkre. Teljes mértékig el is tudjuk ezt használni. 100 amperes a BMS-ünk, tehát a maximum folyamatos merítőáram 100 amper lehet. 29,2 voltra kellene tölteni, én szerintem közel sem kell ennyire. 5000 ciklus áll rendelkezésünkre, IP65-ös védelemmel rendelkezünk, az ajánlott töltőáram 20 amper, 0,2 C, és a maximum az pedig 100 amper lehet. Hát én alapvetően azt mondom, hogy ilyen 3-4 órás töltésre kell törekedni ahhoz, hogy hosszú ideig szolgáljanak bennünket ezek a cellák, ami azt jelenti, hogy egy ilyen 25-30 amperrel, ha megkínáljuk, attól még nem kéne, hogy baja legyen, ugyanígy merítés irányba is ezt a áramot fogja tudni leadni folyamatosan, anélkül, hogy rövidítenénk az élettartamát. 200 amperrel is meríthetjük, de az csak nagyon-nagyon rövid ideig, az alapvetően 5 másodpercig ígéri. 20,5 kg a zakunk, ABS a csomagolás. Itt vannak a kis hőmérsékletadatok, hogy hol illik használni az akut és hol illik tölteni, és egy M8-as metrikus csavarral csatlakozhatunk az akuhoz elektromosan. Bekötésre került az aku az első kapacitás tesztre, elégyen nagyon rövidre, ezzel az inverterrel fogom majd meríteni, ugyanis izzókkal már nem tudok olyan teljesítményt kihúzni belőle, hogy ezt a legalább 3-4 órás merítést megvalósítsam. És innentől kezdve el tudjuk indítani magát az invertert is. Természetesen a mérőóránkat is elindítjuk egyúttal. Na hát lássuk, hát ha nem csillan be. 26,6 volton vagyunk, ami azt jelenti, hogy hát nem vagyunk teljesen feltöltve. Persze ez nem volt meglepő egyáltalán, éppen ezért is akarom ezzel az inverterrel végezni a dolgokat, hogy egyúttal feltöltjük az akut az első merítés előtt. Megközelítettük a töltött állapotot, és az érdekesség az, hogy azt mondtam neki, hogy 28 voltra szeretném tölteni, és nem akarja túltölteni, hanem ténylegesen itt piszkálgatja gyakorlatilag, és nem tölti túl. Hát menci ez az inverter nagyon ténylegesen. Kezdődjön akkor a merítésteszt. Műszer kinullázva, és akkor ilyen 19 watt körüli érték az, ami most éppen használódik. Természetesen, ugye bár, mint ezt említettem, én most vizet szeretnék melegíteni, ilyen 36 fokról indulunk, és akkor hát valamennyit majd melegítünk rajta. A lényeg az, hogy 1,2 kW-os a fűtőszálam, én pedig lenne egy ilyen 30 amper körüli értéket szeretnék beállítani, úgyhogy a változtatható transformátoromon keresztül fogom üzemeltetni a fűtőszálat. Na most ezt akkor beállítjuk, és aztán indítom a timelapse-et, legelőször is felkapcsoljuk. Én most jelen pillanatban 216 volton van. Ez a 44 amper, én ezt sok hallom egyébként, úgyhogy kicsit lejjebb csavarom. Ne fogjon annyi az akuból. Egy ilyen 30 amperes érték szerintem maga a tökély kéne, hogy legyen. Ugye az eddigi teszteket is így 30 amper körül csináltam. Ez a 780-790 watt körüli érték, szerintem ez teljesen jó lesz. És akkor itt most ez lesz a kérdéskör, hogy mennyit tudunk kivenni a teljesen teletöltött akunkból. Hány wattórát? 2560 a névleges. Előző alkalommal mindig sikerült kivenni egyébként a névlegest. És még nem volt nullára merülve. Tehát azt mondja, hogy nézzük csak, hogy ő mit mutat. 738 wattnak jósolja,
és 785 watt az, ami bemegy, tehát helyesen mutat a mérőkénk, vissza van igazolva, hogy van pici veszteségünk, na de hát ez van, nincs abba semmi. Itt pedig lenne egy ilyen 174 voltra állítottam ugye a változtatható transformátoromat, ugye ezáltal nem fűt a fűtőszál olyan hevesen, mintha közvetlen fűtene. Beállítom a kamerát, és akkor szépen gyönyörűségesen fogjuk látni timelapse-be is, hogy pontosan mit tud ez az aku. Hát ez lesznek az első ciklusa lényegében. Aztán megyünk tovább. Amint az látható, elhagytuk a 24 voltot, majdnem 98 amperóránál járunk, a 2500 wattórát is elhagytuk egyúttal. Az áramfelvételünk az 33 amperre nőtt, ugyanis csökkent a feszültségünk, tehát az aku le tudja adni azt, ami rá van írva. Természetesen én itt megállítom a tesztet, elhiszem neki, hogy valóban 100 amperórás cellákkal van szerelve. Szóval kikapcsoljuk itt a készülékünket, ugye ő tovább is 174 volton megyen, és egyébként a vízünk 57,8 fokra melegedett közben, na de nem csak ő tehet arról, hogy melegedett, van azért ott egy másik fűtőszál is, viszont ugye ez az energia, ez most hasznosan vizet melegített nekünk. Simán kijön belőle a 100-as, meg is állítom, nem kell tovább gyakorlatilag. És ahogy megállítottam, vissza is jön a feszültségünk. Egy kis gyakorlati példa, ha már valakinek van egy pár 12,8 voltos 100 amperórás akuja, és sorba kötötte azt, az technikailag ugyanannyi lesz, mint hogyha vesz egy darab 25,6 voltos 100 amperórás akut. Tehát ezeket párhuzamosan lehet kötni minden további nélkül. Láthatjuk, hogy ennek az akunak itt van a pozitívja, itt pedig a negatívja, a másik akunak, amit sorba kötöttünk, annak itt van a sorbakötési pontja, ott a pozitív és ott a negatív. Tehát a negatívval, amivel megyek be az inverterbe is, azzal jövök ez az akuhoz, a negatívhoz. A pozitívval, amivel itt megyek be az inverterbe, úgy szintén, azzal a pozitívval megyek ide. Ezáltal megtörtént a keresztöltés, keresztmerítés, ezt akár sokkal több akuval is el lehet játszani, és mindig kiegyenlített lesz az akuk között a feszültség, ugyanis sohasem lesz az, hogy az inverteren elindítunk valami nagy fogyasztót, és ezt az egy akut fogja megrántani. Mert hogyha ezt az egyet csapolnám meg, akkor ugye az az aku az mindig csak másodlagosként lenne, ott ellenállás lenne a vezetéken. Így viszont ugyanaz az ellenállás van mind a kettő akun, persze természetesen ebben az esetben, mint azt mondottam is már, vastag vezetéket kell alkalmazni, és szépen meg lehet azt oldani, hogy a pozitív mondjuk menjen elől, a negatív meg menjen hátul. És két ellentétesen, tehát nem keresztezik egymást a vezetékek, és a két legszélső akut kell úgymond megcsapolni, tehát az egyikről elviszem a pozitívat, másikról meg a negatívat. Ennyire egyszerű. Ideális esetben természetesen egyforma akukat kell venni, azaz, ha már 8 cellásod van, akkor 8 cellásokat, ha meg 4 cellásaid vannak, akkor 4 cellásokat. Volt még egy olyan kérdés, hogy egy darab akun belül van-e balanszer a BMS-be? Legyen az akár 8 cellás, akár 4 cellás aku. Természetesen van, a vasfoszfát technika megkívánja, hogy legyen. Enélkül nem tudna helyesen működni. Néhány töltés-merítés után annyira elmennének balanszból a sorba kötött cellák, hogy egyszerűen nem lehetne visszahozni az életbe, tehát nagyon-nagyon kicsi kapacitása lenne. Márpedig itt már túl vagyunk egy pár darab merítésen, és nem azt látom, hogy gyengültek volna az akuk, hanem úgy nagyjából ugyanazt a szintet hozzák, amit szoktak természetesen. Itt jön a következő kérdés. Ha van egy 25,6 voltos akum, és kettő darab 12,8 voltos akum, abból készíthetek-e 48 voltos akucsomagot? Természetesen tudol készíteni, sorba kötöd mindet, és nagy valószínűséggel fog is működni egy darabig, de mivel hogy csak egy egységen belül van balansz,
tehát ebbe az egységbe és ebbe az egységbe, idővel ezek el fognak hangolódni, ami azt jelenti, hogy majd valamelyik akku alul töltött lesz, valamelyik akku pedig felül töltött lesz. Tehát nem ideális egy 25,6 voltos akut sorba kötni kettő darab 12,8 voltos változattal, mert nem tudol külső balanszert alkalmazni hozzá. Ebben az esetben mindenképpen 4 darab 4 cellás, azaz 12,8 voltos akut kell sorba kötni, és arra már tudunk külső balanszert is tenni, és onnantól kezdve hosszú élettartamú lesz az akucsomagunk. Amennyiben még maradt kérdésed, ezt a videó alatt felteheted, megpróbálok rá válaszolni. Ha tetszett a videó, akkor dobhatsz egy lájkot, szívesen vesszük, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatol. De tudod, semmit se kötelező, csak ha szeretnéd. A következő videóig is. Na csá!